Gyertyagyújtással emlékeztek halottak napján a balesetben elhunyt motorosokra Nagykanizsán. A hátulról motoros klub tagjai a Hevesi úti kopjafánál rótták le kegyeletüket mindazok előtt, akik már nem szelhetik az ország útjait. A résztvevők Hella Ferenc református lelkipásztor vezetésével mondtak megemlékező imát, majd koszorúkat helyeztek el és gyertyákat, mécseseket gyújtottak a mementónál. Ezután több mint félszázan százan szezonzáró túrára indultak.